Az év elején sok külföldön dolgozó magyar keresi fel a NAV Győr-Moson-Sopron megyei ügyfélszolgálatait, hogy igazolást kérjenek a külföldi adóhatóság nyomtatványán a Magyarországon szerzett jövedelmeikről. Azok az ügyfelek szokták ezt a külföldi igazolást kérni, akik ugye Ausztriában vagy Németországban dolgoznak, hiszen ott adó visszatérítésre jogosultak, amit az alapján vehetnek igénybe, hogy a magyarországi jövedelmüket igazoltatni kell egy ottani nyomtatványon. Ezeket a nyomtatványokat a külföldi adóhivataloknál kell beszereznie az ügyfeleknek. A veszélyhelyzet miatt a személyes ügyintézésre nincs lehetőség a NAV ügyfélszolgálatain. A kitöltött és aláírt nyomtatványokat postán vagy az ügyfélszolgálaton kihelyezett gyűjtődobozokba juttathatják el a NAV-hoz az ügyfelek. Nagy Attila szerint azonban sokan nem megfelelően nyújtják be a külföldi nyomtatványt, ezért hiánypótlásra kell felszólítani az ügyfeleket. A leggyakoribb problémák, hogy nem írják alá, csak egy eredeti példányt küldenek a külföldi nyomtatványból, illetve nem csatolnak mellé kérelmet. De olyan is előfordult, hogy magát a leigazoltatni kért külföldi nyomtatványt sem küldték be. Aki Ausztriába szeretné a magyarországi jövedelmét leigazoltatni, ugye ott két eredeti példányt kell beküldeni, aki Németországba, ott pedig három eredeti példányt kell eredeti aláírásban ellátva beküldeni az ügyfélszolgálatra. Az adóhivatal felhívja a figyelmet, hogy az igazolásokat csak akkor tudják kiállítani, ha a külföldi nyomtatványokat hiánytalanul töltik ki. Ha fel kell szólítani az ügyfeleket a pótlásra, csak később tudnak hozzájutni a kért igazoláshoz. A külföldi jövedelemigazoláshoz ajánlott kérelemnyomtatvány elérhető a NAV honlapján. Van egy menüpont a segítség rendkívüli helyzetben című menüpont, rovat. Ebben van egy gyakran használt nyomtatványok, itt PDF formátumban meg tudja találni az ügyfél, le tudja tölteni a gépére, kitölteni, kinyomtatni, aláírni, és akkor vagy postán beküldeni, vagy pedig a gyűjtőládába elhelyezni. A NAV felhívja a figyelmet arra, hogyha az adózónak volt jövedelme Magyarországon, akkor az igazolás kiállításának feltétele, hogy magyarországi bevallással rendelkezzen. Ha nem volt, akkor a kérelem nyomtatványon jelölnie kell, hogy nem rendelkezik magyarországi jövedelemmel, ez esetben nem kell adóbevallást benyújtani.